Egy alkalommal leugrottam egy áványról is, amikor földet értem, a térdem kificamodott. Ahogy öregedtem, ízületi gyulladás jelei kezdtek mutatkozni a térdemben. Munkám során sokszor előfordul, hogy térdre kell ereszkednem. Ilyenkor gyakran csak úgy tudtam ezt megtenni, hogy szinte húztam magam után a bal lábamat. Már attól a dinnye nagyságúra dagadt a térdem, hogy a lépcsőt másztam. Rengetegszer megfordultam az orvosnál. Végül azt javasolták, hogy a térdemből egy darabot eltávolítanak. Amikor egyik alkalommal a 700-as klub műsorát néztük otthon, betegekért való ima során Gordon a következőket mondta. Egyik nézőnknek egy kificamodás következtében kicsavarodott a porc része a bal térdében. Isten most helyreállította az ön térdét, és meggyógyítja Jézus nevében. Tegyen valami olyat, amire eddig képtelen volt. Gordon pontosan a férjem problémájáért imádkozott. Úgy éreztem, mintha elektromos áramot vezettek volna végig a kezemben. Azonnal tudtam, hogy Isten meggyógyította őt. Tudtam, hogy ott és akkor meggyógyultam. Előtte soha nem tudtam tértől lefelé kinyújtani a bal lábamat, ám az imát követően fájdalom nélkül képes voltam ezt megtenni. Újra tudok lépcsőzni. Le és fel, fájdalom nélkül. Ez csodálatos. Nagy áldást jelent számomra, hogy Isten meggyógyította a férjemet. Mindig örülök, ha mások gyógyulásáról hallok, de rendkívüli öröm, hogy újra láthatom, a férjem rendesen jár. Egyáltalán nem érzek fájdalmat. Amikor másoknak elmesélem a gyógyulásom történetét, a legtöbbször könyv szökik a szemembe. Rendkívül boldog vagyok. A 103. Zsoltár 3. verse azt mondja, hogy Isten meggyógyítja a benne hívők minden betegségét.